A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban bemutatjuk Önöknek a Székesfehérvári Balett Színházat. Ellátogatunk a Matthias Corvinus Kollégium nyílt napjára, de mindezek előtt megmutatjuk Önöknek, hogy milyen volt a Diáktanács sportnapja a Bregyó Közi Sportcentrumban. Tartsanak velünk! Nagyszabású sportnapot tartotta a Székesfehérvári Diáktanács a Bregyó Közi Ifjúsági Szabadidőközpontban. A programokra 13-18 éves diákcsapatok jelentkezhettek a város bármely iskolájából, akik kispályás fociban, kosárlabdában, tekbolban és strandlöplabdában mérkőzhettek meg egymással. Nagyjából 50, több mint 50 csapat jelentkezett a mai alkalomra, aminek mi nagyon örültünk, és tényleg minden sportágban törekedtünk arra, hogy a fiúk és lányok is megpróbáltathassák magukat. Röplabdában vegyes, a láptengóban, tagballban fiú, valamint lánycsapatok is indultak, és a fociban is fiú és lánycsapatok is versenyeztek egymással. Melyik volt az a sportág, amire a legtöbben jelentkeztek? A 9.-10. évfolyamból jelentkeztek a legtöbben a focira. Ez valamilyen szinten érthető, hiszen a foci Magyarországon egy nagyon elterjedt sportág. Hogy értékeled, létszves egy összefoglalót mondjál a mai napról? Szerintem nagyon jó volt a mindaz előadások, így a pikniken nagyon érdekesek voltak. Tényleg nagyon jó volt látni újra, hogy 3 év után a Bregyó megtelt diákokkal, és játszottak, sportoltak, hiszen vissza szerettük volna hozni ezt az atmoszférát a vírushelyzet után, és tényleg az egész SZDT csapat azon volt, hogy ez a jó hangulatú, játékos, sportos esemény megtörténjen. Légy szíves még annyit, hogy a sport eseményeken kívül említetted az előadásokat, milyen programok voltak, milyen előadások fogadták itt a megjelenteket? Nagyon sok fajta előadás, főleg a sportos, egészséges életmódra koncentráltunk, de például itt volt Szakál Panna, szinkronúszó magyar válogatott, ő mutatta be életpályáját, valamint jelenleg most mögöttem is Rozsgeri ad elő, mint fehérvári és exatlonista, és ezekről az élményekről mesél. Következő esemény is meg lesz tartva, hogyha engedi, a vírushelyzet ugye már nincsen, de ha minden összejön, akkor gondolom meg lesz tartva, és arra, hogy készültök majd. Ugyanúgy, mint a 24 órás röplabdánál, igyekszünk arra, hogy ezek az események a jövőben is meg legyenek szervezve. A létszámot tekintve minden tekintetben van rá igény, és a diákok szeretnék ezt, és mi mindent megteszünk azért, hogy ez jövőre is megtörténjen. Az idén különleges vendégek tisztelték meg jelenlétükkel a rendezvényt, akik az egészséges és sportos életmódról szóló rövid előadásokat és motivációs beszédeket tartottak a fiataloknak. Szakál Panna szinkronúszó magyar válogatott mellett Rozsgergely Bence is jelen volt az eseményen, akit a legtöbben az Exatlonból és az Ázsia Expressből ismerhetnek, jelenleg pedig sporttisztként dolgozik Várpalotán a Honvédségnél. Nagyon örültem, hogy Mészáros Attila alpolgármester megkeresett és meghívott erre a fantasztikus rendezvényre. Egy picit sajnálom, hogy csak a végére tudtam ideérni, ám bár de hatalmas nagy örömmel töltött el, illetve megtisztelő feladat volt, hogy a focistáknak, illetve ha jól tudom, akkor a röplabdásoknak én adhattam át az emlékérmet. Egy kis előadást, egy kis beszélgetést is hallgathattak veled itt a résztvevők. Itt mit tudtál elmesélni, mi volt az elsődleges cél, hogy mit osztál meg az életedből, gyakorlatilag a sport életedből, sportpályafutásodból a fiatalokkal?
az eredményhirdetést megelőzően szerencsém volt, illetve lehetőségem volt egy 10 percben, 15 percben elbeszélgetni a verseny speakerével. Egy nagyon picit megismerhették a diákok, hogy milyen úton jutottam el odáig, ahova eljutottam jelen pillanatban, illetve milyen élményekkel gazdagodtam, legyen az akár médiás szereplés, vagy a sporttal kapcsolatos megmérettetés. A szervezők elmondása alapján újra vissza akarják hozni a köztudatba az általuk szervezett sportnapot, amely csak úgy, mint a 24 órás röplabda, jövőre ismét megrendezésre kerül. Mai műsorunkban szeretettel köszöntöm vendégemet, Egerházi Attilát, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatóját, akit azért hívtam meg, hogy a nézők is tudják és lássák, hogy elindítunk egy olyan sorozatot, ami Barta László kezdeményezésének köszönhető. Ugye nemrégiben járt nálunk a fehérvári táncünnep kapcsán Barta László, és a Székesfehérvári Táncművészek Szövetsége szeretné, hogyha az összes tánccal foglalkozó amatőr és profi táncmozgalom részét megmutatnánk ebben a műsorban, tehát most azért gondoltuk, hogy kezdjük profikkal, és akkor a Székesfehérvári Balettszínházról beszélgetünk egy picit a következő percekben. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen beszélgetésre vagy beszélgetés sorozatra sor kerülhet. Nagyon örülök annak, hogy ilyen erős az amatőr táncmozgalom Székesfehérváron. A Barta László Laci ennek kiváló képviselője, élharcosa. Nagyon jó kapcsolatot is ápolunk egymással. Hogy miért mi kezdünk, miközben nyilván nem abban a ligában focizunk, sportnyelven élve. Nagyon fontos, hogy egy városban, ahol széles a kulturális paletta és a kulturális intézményrendszer, aminek mi is a részes, vagy a részei vagyunk, ott legyen amatőr mozgalom is, főleg ha táncról beszélünk, több oknál fogva. Azért is, mert először is a tánc egy olyan csodálatos műfaj, ami a testet és a lelket karban tartja és építi. Ugye az amatőr mozgalomnak nem célja, vagy nem elsődleges célja, hogy professzionális táncszínházak, táncművészeket neveljen, hanem lelkileg, testileg egészséges fiatalokat, akik értői és befogadói a táncszínháznak. Tehát számunkra, a Székesfehérvári Balettszínház számára borzasztóan fontosak ezek az amatőr táncmozgalmak, amik azon a szinten, ahogy dolgoznak, nagyon magas szinten dolgoznak. Én figyeltem, vagy figyelem az ő munkásságokat, és hát itt kiemelkedik a Néptánctársulat, ami a maga műfajában, hát az országban talán az egyik legjobb, legerősebb. Ezek nagyon-nagyon fontos szervezetek, és nagyon boldogok vagyunk, ugye nálunk professzionális táncosok dolgoznak, 10-12 éve tanulnak, diplomás táncművészekről beszélünk, egy erős táncszínház vagyunk, az országon belül is, és a világban is most már felfigyeltek rá, hiszen épp most jöttünk meg éjjel Székelyudvarhelyről, ahol a Phantom Fájdalom című balettünkkel arattunk nagyon nagy sikert, ez egy lélekemelő előadás, és hát főleg ott, ahol ugye nem tankönyvből tanulták csupán, hanem a saját bőrükön az ott élő emberek, hogy mit jelent egy ilyen rossz döntés, amit Trianon hozott, ugye ezt Trianon emlékezetére készítettük. Tehát ennek a professzionális táncszínháznak borzasztó fontos, hogy legyen olyan háttere és támogatottság, ami igenis az amatőr mozgalomból indul ki, és minél magasabb szinten és színvonalon működnek ezek az amatőr csoportok, annál nagyobb a támogatottság a balettszínháznak, és annál értőbb nézői ülnek majd a nézőtéren. Tehát, ahogy mondtam is, itt a felvezetőmben az a célunk most, hogy mindenkit szépen megismerjenek a nézők. A Székesfehérvári Balettszínházat most már nagyon nem kell bemutatnunk. Azt gondolom, hogy az 5 év alatt, amióta itt a Székesfehérvári palettát színesítitek, azóta számos alkalommal lehetett látni titeket számos formában. Picit akkor beszéljünk erről a kezdetektől, hogyan épült fel olyan színvonalúvá ez a társulat, hogy most már aztán külföldről is megkeresések jócskán érkeznek hozzátok. Hát tulajdonképpen nem a nulladik kilométer kőtől indultunk. Amikor én megkerestem polgármester urat és a városvezetést azzal az elképzeléssel, hogy más városokhoz hasonlóan, nagy régiós központokhoz hasonlóan Székesfehérvárnak és a régiónak is legyen egy erőteljes kortárs táncszínháza, akkor már volt a zsebünkbe valami. Tehát szoktam párhuzamot vonni a Győri Balett megalapításával, ugye 43 éve talán alapították, az a 0 km kőtől indult, ugye egy végzős évfolyam lement Győrbe, Markó Iván
ma már mindenki tudja talán, ki táncot is miről van szó, még akkor egy sasszét nem koreografált. Tehát ez egy nagyon szép és aztán nagyon gyümölcsöző kezdeményezés volt, hát ma már ugye fogalommá vált ez a társulat. Most már mi is kezdünk lassan fogalommá válni, de nincs 45 vagy 43 év mögöttünk, de mi nem is onnan indultunk, hiszen én egy komplett repertoárról érkeztem, képzett táncművészekkel, akik már ugye társulatok által korábban vezetett társulatoknál táncoltak. Magam sem kezdő koreográfus voltam már, hiszen közel 100 koreográfia állt már mögöttem. Tehát ez egy nagyon nagy for, lerövidíti az építkezést. Ez az egyik. A másik az, hogy élvezve a város támogatását és a fenntartónk támogatását, és most már kapunk állami forrást is, sok bemutatót tudtunk tartani. Amíg nem szakadt ránk ez a háború és a Covid és minden borzalmával együtt, addig nagyon évi 3-4 bemutatót is tudtunk tartani, tehát van egy nagyon erős repertoárunk, hadbafogható repertoárunk, amit aztán játszunk Fehérváron, remélhetőleg egyre többször majd, de visszük a Nemzeti Táncszínházba, ugye most az évadunkat azzal fogjuk zárni, hogy június 12-én megyünk a Parádé című produkcióval a Nemzeti Táncszínházba, Bobán Markovicsékkal készítettük ezt el, aztán Bobán Markovicsékat elhozzuk ide, és a Parádé produkciót majd augusztus 18-án az Icsiligetbe, a Királyi Napok rendezvénysorozat keretében lépünk fel Bobánékkal. Szóval van bőven hova nyúlni, van repertoár, és ez lerövidíti az építkezési időt, de így is azt mondom, hogy ez az 5 év, ez még mindig csak a nagyon a küszöbén vagyunk. Én azt mondtam akkor, amikor tárgyaltunk erről a fenntartóval, hogy hát az minimum 10 év, amíg ez a fa, ez úgy elkezd majd terebélyesedni, de ez így is van rendjén. Mi próbáljuk ezt az időt minél jobban lerövidíteni, sok munkával. Az előző időszakot ugye picit említetted itt a háborús következményeket, ugye sokat beszámoltunk arról, hogy az intézmények nem úgy működtek a téli időszakban, nehéz ahogy... Nehéz helyzetbe kerültek, nem csak nyilván, nem korábban. Csak a kulturális intézmények, de hát az előadó művészet ezt nagyon megsínlette. Nálatok hogyan sikerült ezt az időszakot átélni? Ugye tavaly nyár végén költöztetek a székházatokba, amit most már az otthonotok lett. Előtte nem volt azért olyan egyszerű a próbákat megtartani, de most már azt hiszem, hogy szépen be tudtátok lakni ezt az intézményt. Hogy sikerült ezt az időszakot átélni? Ez is az építkezés része. Tehát elfogadtuk azt a státuszkót, hogy honnan indulunk, hogy nincsen még megfelelő vagy ideális infrastruktúra, ugye az iroda máshol működött, a művészi állomány máshol működött, stb. De tudtuk, hogy lépcsőzetesen tudunk és szeretnénk építkezni, és ez egy nagyon fontos mérföldkő, amit most említettél, hogy a népfőiskola, Kárpát-medencei művészeti népfőiskola jóvoltából, illetve fenntartónk jóvoltából, hiszen ők megállapodtak, abban, hogy milyen bérleti díjfejében, milyen bérleményként mi beköltöztünk ebbe az új ingatlanba. Nagyon boldogok vagyunk, ez egy nagyon szép és nemes gesztus mind a két fél részéről, mind a fenntartónk részéről, mind pedig a népfőiskola részéről, hogy együtt tudnak dolgozni egy városi intézmény érdekében és egy műfaj minél erősebb megszilárdítása érdekében. Ez megint csak példaértékű és megsüvegelendő. Ez nagyon megkönnyíti a mi munkánkat. Aztán mi még mindig úgy gondolkodtunk, és most is úgy gondolkodunk, hiszen most is krízis van, gazdasági és a világban sajnos morális krízis, ami levetül, annak a vetülete a gazdasági krízis. Soha nem gazdasági krízis van, mindig morális krízis, ezt azért szögezzük le, és annak az eredménye lesz aztán egy gazdasági krízis. Szóval ez a háborús dézlem egy jó dolog, ezt tényleg be kéne fejezni, mert ez a kultúrát, meg sok minden mást is nagyon, nagyon megtépáz, de mi mindig boldogok a lelki szegények, mondta Jézus, mi szeretnénk lelki szegények lenni, nem veszünk erről tudomást, mert ha tudomást veszünk, akkor megállunk, menekülünk előre, megyünk előre, bezárkózunk a balettterembe, és gyártjuk a produkciókat, amennyire tudjuk, természetesen megérezzük, tehát azért a racionalitások talaján kell élnünk, de egy művész ember mindig a művészetével gyakorol és szolgál, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy egy művész az mindig szolgál, szolgál egy közösséget, szolgál az embereket, és mikor van a legnagyobb szükség a mentális szolgálatra, mert ez egy mentális segély mindenféle kultúra gyártása is, hogy amikor a legnagyobb baj van morálisan, hogy a lelkeket próbáljuk megmenteni. Úgyhogy mi igyekszünk szolgálni ebbe a nehéz helyzetbe továbbra is.
Volt már azért lehetőségem többször beszélgetni veled, és sokszor meg szoktam kérdezni ezt a kérdést, hogy mekkora létjogosultsága van ennek a műfajnak. Én azt gondolom, hogy most már egyre több az, aki felfigyel erre a fajta szórakozási, kikapcsolódási, művészeti lehetőségre, és hogy egyre több fele nyitok ti is, tehát hogy mondjuk van olyan, hogy bepillantást lehet nyerni a működésetekbe, volt olyan, hogy picike kis szeletkéket vittetek el például egy-egy rendezvényre, és hát elég népszerűnek bizonyultok ma már. Hát igen, az, hogy a kultúrának milyen létjogosultsága van, és azon belül a táncművészeknek, vagy táncművészetnek és egy kortárs táncszínháznak, akkor itt hozzam fel azokat a példákat, hogy New York City Ballet, Magyar Nemzeti Ballet, Győri Ballet, Szegedi Kortárs Ballet, Pécsi Ballet, stb. És most már Székesfehérvár Balettszínház szorolhatnám a sor. Ezek a társulatok, az előbbi említettek, beletartozva mi is, nagyon komoly értéket képviselnek egy közösség életébe és egy város életébe. Akár gazdasági érték visszacsatolása is van. Például, ugye itt nagyon sok cég dolgozik, külföldi érintettségű cég. Dolgoznak külföldiek is a városban. Felteszik azt a kérdést, amikor tárgyalnak arról, hogy akár egy céget idehozzanak, és a dolgozókat idehozzanak, akik családostól ide települnek, hát nem beszélik a nyelvet még. Hát, ugye itt azért élni kell, és szórakozni is kell tudni. Hát jó, van próza, de az inkább a magyar ajkúak emberek lakosságnak szól. Amíg mondjuk egy zenekar, szimfonikus zenekar, vagy a néptánc, vagy a kortárs balett, mindenkinek ugyanazt a nyelvet beszéljük. Hát azért ez egy nagyon komoly érték szerintem. Arról nem is beszélve, hogy nagyon alkalmas felület, hogy így fogalmazzak arra, hogy a város jó hírét, egy adott város jó hírét elvigye, ne csak határon belül más városokban, az is fontos, hanem határon túl, mint például most mi Székelyudvarhelyre, ugye az volt kérve, hogy Székesfehérvári Balettszínház. Tehát, és amikor a Győri Balett elment, és az olimpián, ami hát ez egy elég nagy rendezvény, képviselte Magyarországot, és majd szeretnénk egyszer ide is eljutni, akkor ottan milliók nézték tévébe, és az volt ki, hogy Győri, nem volt a balett. Szóval ez nagyon fontos. Tehát ekkora értéket képvisel, vagy képviselhet. Nyilván ezt ápolni kell, és ezen dolgozni kell. És mi ezen fáradozunk közösen a fenntartóval. Egy-két szeletkét mondtál abból, hogy most mi vár rátok a jövőben, milyen tervek vannak itt a nyáron is, azért lesznek előadások, és hát gondolom ősszel folytatjátok tovább a munkát. Hogyne, hát most egy rövid szabadság jön, mert ugye, mint említettem, azért ennek van egy olyan vetülete is ennek a művészeti ágnak, mégpedig elég erőteljesen, hogy ez sport, mégpedig élsport. Muszáj a szervezetnek pihennie, úgyhogy most jön egy 3,5 hetes, vagy majdnem 4 hetes, majdnem egy hónapos pihenő a társulat számára, hogy mentálisan és fizikálisan töltődni tudjanak. A nyár nem is tipikusan színházi szezon, bár mi nyáron is játszunk, tehát most is ugye már ilyen nyárban vagyunk, júniusban most is játszunk, június 12-én lesz az utolsó előadás, aztán folytatjuk, amikor megjövünk, hiszen megyünk Balácára, az Idézőjelek című produkcióval és a Prométeusszal, aztán nagyon erőkkel készülünk Bobán Markovicsékkal együtt a számunkra igen kedves és nagyon fontos Királyi Napok rendezvénysorozatra, a Parádéval, és hát készülünk már az ősze és az új bemutatónkra is majd. Úgyhogy onnantól kezdve mi tulajdonképpen folytatjuk tovább. Van egy olyan célja is egyébként ezeknek a beszélgetéseknek, hogy picit inspiráljuk azokat, akik most például valamiféle műfajt keresnek, a gyerkőcöknek, hiszen ők a legfontosabb utánpótlás. Tudnál egy-két... Aladdin például, diótörő. De ha... Mert a gyerekek se egyformák. Tehát láttam olyan gyerekeket, akik 7-8 évesek voltak, meg 6 évesek is, és Bartók csodálatos, még nincs a repertoáron, de majd lesz, csodálatos mandarinát játszottuk, és így nézték végig azt az erőteljes zenét. Tehát vannak olyan lelkek, öreg lelkek, akik leszületnek ide, és sokkal hamarabb fogadják be a kultúrát. Úgyhogy ezt nehéz ezt megmondani, nehéz általánosítani. De nyilván tipikusan a diótörő, az Aladdin, amit most fogunk játszani egyébként a Vörösmarty Színházba szombaton, tehát 10-én. Ezek azok a tipikus gyerekdarabok, de például mi egy persziflás a történetek, jól ismert mitológiai történetnek a Prométeusznak, mert azért ez egy hát elég humorosra sikeredett, miközben azért irónikus.
Az is gyerekeknek való, és Beethoven zenéje is abszolút könnyen fogyasztható. Én a Prometheust is tudom ajánlani a gyerekeknek, jó szívvel. És hogyha arra szeretnénk őket ösztönözni, hogy esetleg a későbbiekben válasszák ezt a műfajt, mint táncot, akkor mit tudnám mondani? Partalacékhoz menjenek az a nagyszerű amatőr iskolákba, ahol nagyszerű és kiváló tanárok tanítanak, menjenek oda. Aztán, hogyha mi ott fogunk majd tartani egyelőre, még nem tartunk ott, hiszen a társulat építése az elsődleges, hogy oktatással is fogunk foglalkozni, akkor jó szívvel fogom tudni majd azt is ajánlani. De egyébként egész pici gyerekeket, akik még most nőttek ki a földből, tündérek, aranyosak, Krisztina Porres Mormeneo tanít egy héten kétszer a székhelyünkön, pont azért megint csak, hogy hidat képezzünk az ifjúság és a családok között, mert a család az nagyon fontos mindenféle szempontból, így a kultúrafogyasztása szempontjából is, hát majdnem minden produkciónk szinte családiba lett, de hát mondom, tipikusan a Diótörő, az Aladdin, Prometheus és még sok, tehát egy Bobán Markovics produkció is, ezek mind családi balettek, úgyhogy ha majd komolyabb szinten kezdünk el foglalkozni oktatással valaha, akkor majd azt is nyilván arról is szót ejtünk, de jelenleg az amatőr iskolák, amik működnek a városban, azok kiválóan alkalmasak arra, hogy megszerettessék a táncot, és lelkileg, testileg egészséges fiatalokat neveljenek. Akkor ezek szerint van lehetőség, és lesz is nálatok is akár lehetőség a jövőben. Bízunk benne. Erre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. A nyárra jó pihenést kívánok, az előadásokhoz sok sikert, illetve kéz- és lábtörést, és hát találkozunk még. Nagyon köszönöm a meghívást, én is szép nyarat kívánok neked és a kedves nézőknek. Köszönjük szépen. Szeptembertől újra várják a Fiatal Tehetség Program új kurzusai az 5. osztályos gyerekeket. A diákoknak nyílt napot tartottak a Matthias Corvinus Kollégium Székesfehérvári központjában. Fehér köpenybe öltözve, védő szemüvegben, kísérletekkel pillanthattak be a természettudomány világába a gyermekek. A negyedikeseknek tetszett az, amit láttak, tapasztaltak. Nekem az, amikor durrantottunk egy nagyot, meg amikor a buborékok pattogtak a köpenyünkön a lávalámba, meg amikor a buborékot reptettünk a köpenyünkön. A diákok másfél órában bepillantást nyerhettek a kurzus menetébe. Megbeszéltük természetesen a tapasztalatokat, a magyarázatokat, és ők csinálhatták meg saját maguk, foghatták meg, élhették át az egésznek igazából a varázsát, amivel foglalkozni fogunk. Ugye az a célom, hogy megszeressék a kémiát, mire már 7. osztályba mennek, ne legyen eleve elrendelt valami, legyen egy távlati dolog, hanem tényleg már az izgalmas részét, hogy mennyire csodálatos a világunk, azt fedezzék fel. Például izopropil alkohollal, az izopropil alkohol gőzét gyújtottuk be, csináltunk olyan buborékfújót, ami pattogott a ruhájukon, akkor lávalámpát készítettünk közösen. Mindegyik úgy gondolom, hogy nagy élmény volt nekik. Azt tartják a helyet és az irányt is, és ha sikerült eltalálni, akkor ilyenkor nyugodtan ki lehet lenni a papírgalacsin, és ugye, ha kivesszük, akkor ismét elkezd forogni, hiszen az érzékelője azt érzékeli. A nap során a robotika alapjait, az elméleti tudnivalóit is megismerhették az érdeklődő fiatalok, a gyakorlatban is kipróbálhatták és építhettek robotokat újra hasznosítható anyagokból. Ezek a robotok készülhetnek például egy üres gyümölcsös leves dobozból, vagy akár egy tejfölös pohárból, de ugyanúgy ezek a robotok programozhatók, irányíthatóak, tehát ugyanolyan funkcionalitással bírnak, mint egy bármilyen más anyagból készült robot. Így a gyerekek elsajátítják azokat az alapelveket, ami egy robotépítéshez szükséges, viszont ezeken az anyagokon szabadon kiélhetik a saját kreativitásukat, hiszen ezeket az anyagokat lehet vágni, ragasztani, lehet rá rajzolni, tehát a lányok is sokszor nagyon élvezik ezt a dolgot, hiszen ha elkészítenek egy robotot, akkor utána egy kis saját személyiséget tudnak vele teremteni. Egyrészt a robothoz készített vezérlő program megírásával, másrészt pedig magának a robotnak a külcsínyének a kialakításával, tehát vannak olyan robotok, amelyek szemet kapnak, hajat kapnak, fület kapnak, és nyilván mindegyik robotot el is nevezik a gyerekek, és sokszor érzelmileg is elkezdenek hozzá kötődni, és ezt nagyon jól ki lehet használni arra, hogy a gyerekek hajlandók mindent megtanulni a természettudományos tárgyakból, hogy ezeket a kis robotokat a sajátjuknak tekinthessék, és úgy irányíthassák, ahogy ők szeretnék. A gyerekeknek egy ízelítőt szeretnénk adni, két alkalomról van szó, két szombati alkalom
témát foglal magában ez a kurzus. Az első kurzuson megismerkedünk a robotoknak a felépítésével, milyen alkatrészekből készül egy robot, milyen módon kell egy algoritmust elkészíteni egy robot programozásához. És ez olyan szempontból is hasznos, hogy itt a gyerekek nem csak a robotépítésnél tudják használni ezt az algoritmikus gondolkodást, hanem akár a saját életükben, hogyha van egy kis feladat, amit ők megkaptak, akkor későbbiekben ezt is könnyebben le tudják bontani egyszerű feladatokra. A második kurzuson, ott pedig a robotok érzékelésével ismerkednek meg a gyerekek, hogy egy robot milyen módon képes érzékelni. Olyan érdekes témákról is beszélgetünk velük, hogy egy robot például képes-e fájdalmat érezni, vagy akár valamilyen szeretetet, vagy gyűlöletet. Tehát itt a gyerekeket nagyon érdeklik manapság a mesterséges intelligencia kérdései, és az, hogy egy robot mennyire képes fejlődni, és mennyire képes hasonlóvá válni egy emberhez. A robotika kurzus is várja a diákokat szeptembertől, két alkalommal foglalkozhatnak majd a robotok készítésével, emellett pedig többek között a média, a pénzügyi, egészségügyi tudatosság, a robotika, a környezetvédelem témakörében szerezhetnek ismereteket. A diákok reggel 9 órától délután 4 óráig velünk vannak egész nap, folynak a játékos előadások, kísérletezések, gyakorlatban megtapasztalhatják azt, amit a közoktatásban tanulnak. Délben együtt ebédelünk, aztán vár ránk egy másfél óra mozgás, mert hiszen ez is hozzátartozik a Fit életprogramhoz, illetve délután 4 óráig tartunk még előadásokat játékos formában. A Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetség programjába június 30-áig várják a jelentkezéseket postai úton, vagy akár a fit.mcc.hu honlapon keresztül. Ez volt már az Együtt magazin. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.